Na, ismételten üdvözlök mindenkit. Most újra egy meccs visszajátszást fogunk megnézni. Point de Hukon fog játszani egymás ellen. Ledesanneus úr, Panzer Elite-ként, GT Junior lesz a társa Wehrmacht-ként, és ellenük lesz Mary Poppins amerikaiként, és Hun Predator 619 szintén amerikaiként. Elméletileg érdekes összecsapás lesz, meglátjuk. Rögtön meg is látjuk, ha minden igaz, igen. Jobb oldalon kezdenek az amerikaiak, kékkel láthatjuk Predatort, míg sárgával Mary Poppins-t. Túloldalon pedig könnyen meg lehet ugyebár különböztetni őket, ugyanis az egyikük az Panzer Elite-ként fog játszani, másik pedig Wehrmacht-ként, szóval nincs szükség különböző színekre, hogy megkülönböztessük őket. Na, el is indult a kettennel foglalni a Panzer Elite, míg a Wehrmacht először egy Wehrmacht Quarters kezdette húzni, majd a második Pioneer-el indult el foglalni, míg az egyik amerikai, méghozzá Predator, rögtön elindult foglalni két felé, majd a harmadik engineer elkezdte fölhúzni a barakkot. Most már nagy erőkkel a Wehrmacht is indult foglalni, a másik amerikai pedig a közeli területeken, mármint a két bázishoz közeli területeken kezd el foglalni, és hamarosan összetűzésbe fog kerülni egy Panzergrandire. Úgyhogy itt valószínűleg menekülni kell, ha nem is haza, legalább följebb. Igen, fölmenekül, és valószínűleg elfoglalja azt. Területeket mindkét frakció, illetve oldal szépen elkezdte fölhúzni. És érkezik egy Jeep segítség az amerikainak. Ez önmagában kevés ahhoz, hogy elintézze ezeket a Panzergrand ügyeket, de ahhoz már elegendőnek bizonyulhat, hogy fenntartsa őket, hogy feltartsa őket a terjeszkedésben. Predator tankcsapdát telepít az árok egyik oldalára, míg itt fönt szintén nem változott a helyzet. Az egyetlen egy engineer beült a házba, most már próbál menekülni. Vajon hazaére? Nem, nem ért haza, elhunyt. De érkezik a Rifleman, ami szintén kevés lesz két darab Panzergrenadierrel szemben. Pláne, hogy az egyik egy G43-as fejlesztéssel is rendelkezik. Mindjárt megnézzük, hogy mit akar ezzel a Rifleman-nel. Beszállásolja a házba. Míg itt egy másik engineer elkezdte lehúzni ezt a pontot. De érkezik egy Panzergrenadier, hogy ezt megakadályozza. Lent a helyzet annyira még nem komoly. Predator egységei foglalgatnak, míg a Wehrmachtnak a pioneerei szintén ugyanezt teszik. De különösebb összetűzésben nem akadtak eddig a pillanatig. Most a húzó Wehrmacht egységeket kezdték ellőni az engineerek. Itt pedig már két Rifleman osztag száll szembe a Panzergrenadierekkel. Egyik osztag Predatoré, illetve már három Rifleman osztag. Egy osztag Predatoré, kettő pedig Mary Poppinsé. És ez már elegendő ahhoz, hogy hazazavarja, vagy ha nem is haza. Nem, nem, ez még nem zavarja haza őket. De valószínűleg az lesz a vége, ugyanis rohamosan fogy az életereje Panzergrenadiereknek. Közben Predator engineerjei már a német területekre is be jöttek, és lehúzták a pontot, nem húzták föl, annyi elég nekik, hogy elvágja az egész partszakaszt a német területektől. De közben ennek a területnek hála már összekapcsolódott ismételten. Ez inkább fölülről figyelhető meg jól, hogy míg ezt a területet vágta most el Predator, addig ezen a területen keresztül, pontosabban ezen a területen keresztül, ismételten összekötetésben van a partszakasz,
a német hátországgal. De ismételten egy vágás látható, amely most sokat nem ér, ugyanis a kettelnek árat éppen felhúzza az imént lefoglalt pontot, illetve lehúzott pontot. Így most ezzel nem értek el semmit az amerikaiak. És innen valószínűleg menekülni kell, ugyanis kettő, illetve már három Pioneer, harmadik egy Flamethrower-rel, illetve Flammenwerfer-rel felszerelt, menekülni kell. Biztos választás, jön a ketten foglalni. Itt pedig egy Wolfgrenadier jött be foglalni, a Rifleman-ek már intézkednek az ügy érdekében, jött a Jeep is megérkezett. Továbbá, amit még hallhattunk, hogy a Wehrmacht telepített ide egy machine gun-t, szóval ezt az oldalt befedezi egy machine gun-nal a zárókból. A Volkszok pedig menekülnek haza, ugyanis megérkezett a bár fejlesztés. Északon pedig egy hatalmas összecsapás látható, de a Panzer Elite egységek túlerőben vannak, mind technológiailag is előnyben vannak, meg létszámbeli fölényben is vannak. Egyik Rifleman valószínűleg hazamenekül, igen, ez történt, érkezett helyette egy másik, de ez így még mindig kevés lesz szerintem, esetleg egy gránát lény, ha. Hátba akarták támadni Predator Rifleman-jei a machine gun-t, de a machine gun átfordult, elesett egy egész Rifleman osztag szemünk láttára. Délen építi a bunkert a Wehrmacht, ismételten egy agresszív Rifleman akciót láthatunk, immáron két Rifleman osztag, viszont újra átfordult a machine gun, nem sikerült bemenni mögé, a bunker nagyon rossz helyen van az amerikai számára, nem tud bemenni tőle az árokba, ha minden igaz, ezt láthatjuk, vagy legalábbis most ennek az egységnek sikerült bemennie, de mindenképpen blokkolja a mozgásukat az amerikai egységeknek, menni kell hozzá. Szépen hárította ezt a akciót a Wehrmacht. Engineer foglalás után éppen nem tesznek semmit, futnak haza. Nyilván Predator most éppen nem ide koncentrált, ugyanis itt a lenti akciót próbálta meg fölényesen kihozni, ami ebben az esetben sajnos nem feltétlen sikerült számára. Területet egyenlőre nagyjából a frakciókhoz mérten egyenlően birtokolnak. Talán egy kicsit több területe rendelkezik a szövetséges oldal. Ugyebár a túloldalon a Wehrmachtnak nincs szüksége sok nyersanyagra, a Panzer Elite-nek esetleg. De mit láthatjuk, egy nagy szép blobot így föl tud húzni, négy Panzer Elite egység, illetve Panzer Grenadierek. 3 G43 fejlesztéssel felszerelve, egy pedig MP44 vagy STG44, kinek jobban tetszik fejlesztéssel. Jött volna a ketten foglalni, de most elpusztult. Ugyanis megérkezett rengeteg Rifleman a helyszínre. Ez blobnak nem mondható, ugyanis tisztán látszik, illetve előbb tisztán látszott, hogy külön mozognak az egységek, míg ez itt már egy blob. Annak ellenére, hogy a többi Panzer Grenadier szét szakadt, illetve ketté vált tőlük. Az is megfigyelhető a Panzer Elite-nél, hogy kifejlesztette az egységekre vonatkozóan, hogy magasabb létszámú Panzer Grenadier egységeket irányítson. Szóval immáron 4 fős Panzer Grenadier egységek láthatóak a pályán. Egyik az teljesen elveszett, de cserébe elveszett a Flame NG is. De jön a Wehrmacht Medic, közben összeszedi az elhullottakat, és hátba támadja két Flame NG-vel Mary Poppins a Panzer Elite-et. Így az kényszerült menekülés, így az menekülése kényszerült. Lenti benzin nem kontrollálja senki, de hamarosan érkezik Predator, és ő is észrevette azt, amit én, csak ő hamarabb, mert ő már elindította az egységet.
Érkezik a Rifleman egyenlőre blob, de úgy gondolom, hogy külön fognak válni. Nyilván a machine gunnal szembe nem fognak menni. Igen, nem fognak menni, észrevette, hogy ott az nem lesz jó. Szembe találkoznak a MP40-es Warthogokkal, és érkezik egy M8 Mary Poppins-tól. Valószínűleg a bunkert akarja, nem, visszafordult, jön segíteni. Nem, mégse jön segíteni, jön a bunker felé. Ki akarja söpörni a bunkert, amiből épp egy Grenadier egység jött ki. A medic bunkerből, az elhullottakat összeszedve összejött egy teljes Grenadier egység. Imáron egyes veteranszival felszerelve a Wehrmacht gyalogsági egységek. A támogató egységeket leszámítva. Szóval ez vonatkozik a Wolfsrandire, a Grenadierekre is. Az ilyen típusú egységekre. Agresszívan jön Predator. Nyilván a bázisvédő machine gunnal nem tud szembeszállni a Rifleman segítségével. M8 pedig szépen pucolgatja itt az egységeket, azt a Rifle, és azt a Pioneer-t szeretné kiszedni. Sikertelenül. Nagyon egy helyen van ez a sok-sok Rifleman, egy gránát kéne igazából csak. Plusz egy kis figyelem elterelés, hogy ezeket ki lehessen könnyen szedni, de a Panzer Elite most nem gondolt erre, menekülni kényszerű haza. A bárral felfejlesztett Rifleman-nek igen hatékonyak. Ilyen esetben, pláne egy két teljes osztagról van szó. És időben elment a mortár tüzérség tüze elől. És mint látható, az egyik kettes veteránszínál is rendelkezik. Victory pointok még nem mérvadóak, kevés a különbség. Mint látható, már gránátokat is használ. Előszeretettel. Predator, míg a túloldalról ilyet még nem nagyon láttunk. Ezek Rifle, illetve engineerek csak állnak. Aknáznak. Okos dolog az ilyen helyeken aknázni. A Predator nagyon jól tudja, mint látszik. Mary Poppins egységei már két M8-szal rendelkezik, északon tömörülnek. Most már kimondható, hogy a német egységek visszább lettek szorítva jelentősen. És mind a három victory pointot szövetségesek birtokolják. Ezt a bunkert még továbbra sem sikerült kipucolni. És a német medikusok össze is, illetve szanitécek, kinek jobban tetszik. Már össze is szedtek két egységet ismételten, szóval még további két elhullott egységet kell összeszedniük, hogy újabb Grenadier egységet kapjon a Wehrmacht. Ez a bunker szerintem már rég kifizetődött, ha még a fedezéket, amit szolgál, azt is számításba vesszük. Mögötte a partszakaszt, az az engineer, ami még korábban elindult a benzint foglalni, most elkezdte felhúzni végig. Legalábbis, ha jól láttam, ez az az engineer volt. Ugyanis lennem volt nagyon semmi összetűzés. Annál inkább északon, ahol a Panzer Elite előre nyomul, ugyanis a területekről kivonta az Mary Poppins az egységeit, de most visszatérni kényszerült, hogy elhárítsa ezt a támadást, amely láthatóan sikerülni is fog neki. Ugyanis két M8-os szemben most nagyon nem tud mit tenni ez a sok-sok Panzer Grenadier, illetve itt egy Marder 3-as, szóval mégiscsak tud, ez igazából egy csapda lett volna, hogy hátrébb kényszerítse, vagyis közelebb csalogassa az egységeket a Marder 3 tüzébe, de ezt időben egy lövés után észrevette Mary Poppins, így hátrébb menekült. Itt középen pedig szintén egy összecsapás, Warthogok, illetve a Grenadierek támadtak, de több irányból szétlőtték őket a Riflemennek, menekülni kényszerültek, viszont újabb Grenadier egység fog kijönni a Wehrmacht bunkeréből, ugyanis itt hozzák a második elhullottat, itt pedig a negyedik, vagyis a harmadikat, itt pedig a negyediket. A Flame-es Pioneer-el nem fog elbánni a Engineer, ezt be kell, hogy lássa. Predator.
vagy talán ki lehet ezt mikrózni, hát meglássuk majd ebből mi lesz. Lehet, hogy még csak sikerülni fog, sikerült is. Hülyeséget mondtam akkor. Még csak a megfelelő mikróval el lehet bánni. Ilyen esetben is. A bánatnak köszönhetően lefektették a puzzle grenadíreket, amelyek menekülnek is. Ugyanis csak elkezdték citává lőni őket. Ennek nincs értelme. Gondolta a panzerőrit, és inkább kivonultatta az egységeit. Mulder 3 pedig a gyalogosokat is lövöldözi. Több-kevesebb sikere, ideig 3 gyalogos életét sikerült kioltania. Újabb Mulder 3. Ez a meccs már szerintem elveszett a tengelyhatalmiak részére. Innen már nem nagyon tudnak mit kezdeni, esetleg pár dologgal fognak tudni fordítani, mindjárt meglátjuk, hogy ez meg fog-e történni. Ha egy-egy ilyen kitörés, amikkel próbálkozik, az sikeres lenne, akkor még lenne remény, de közben jön egy Sherman, amely ellen természetesen a morderek tudnak védekezni, illetve a Wehrmachtnak a granadírei, amelyek panzersekkel vannak felszerelve, és most éppen menekülnek haza. De a panzer elit oldaláról egy Wilberwind flakpanzer érkezik, amely a gyalogosokra jelent veszélyt. De van antitankja. Mary Poppinsnak így nem nagyon kéne közelebb jönni ezzel a Wilberwind-del. Egy találatot be fog kapni. Most tette csak észre a antitankot. Kicsit késő volt ez, már korábban is látni lehetett, hogy ez itt van. Most fog kapni még egy találatot. Nem, mellé ment. Szerencsére volt. Menni kéne már onnan azzal a Wilberwind-del. Legalábbis így, ahogy most van. Ebben a pozícióban tartani, ugyanis ott nem képes rálőni az antitank. Viszont az M8-akkal szemben nem feltétlen kéne felvenni a küzdelmet a Wilberwind-nek. A Wehrmacht összegyűjti erőit, Wolfsrandire, grenadírek és pakkok formájában. Ez az M8 kapott egyet, ha és ha röviden nem megy, rövid időn belül nem megy arrébb, akkor kap még egyet és elpusztul. Másik, illetve mindkettő, Mulder 3 még szórja a területet gyalogos áldozatok reményében. A korábbi Mulder már 8 gyalogos életét oltotta ki, míg a másik csak egy év plusz azért az egy Greyhoundért. Délen, illetve már nem egészen délen, inkább középen újabb összetűzés. Most talán túlerőben van a Wehrmacht, sőt nem is talán, biztos, hogy túlerőben van a Wehrmacht. Esetleg ez a Sherman tank, amely érkezik majd segíteni, az még jó lehet, viszont azt nem látja az amerikai játékos, hogy itt egy pot érkezik lerejtve, de rossz irányba néz, de most fordult át, viszont érkezik egy amerikai tüzérség. Kapott egy találatot a Sherman, viszont a tüzérség megérkezett, a pot elveszett, német egységek szétszélettek. Hát igen, ilyenkor látszik meg az, hogy annak ellenére is, hogy egy nagyobb egységet összetűt valahogy gyűjteni a hátrányban lévő fél, nem nagyon tud kitörni, ugyanis nyersanyag fölényének köszönhetően ilyen képességek bevetésével már vissza tudja verni a meccs korábbi szakaszaiban a felülkerekedett oldal a csata kimenetelét. Viszont északon is most egy kicsit visszább vonultak az egységek, illetve az amerikai egységek. Egész jól tartják magukat a panzer elit páncélosai, illetve panzer granadírjai. Itt pedig már a bázist nézegeti magának a Predator. De valószínűleg dob egy gránátot, igen.
Elég sok egység elhullott ebbe a gránátba, kapott is egy veteránszit. Így már bátrabban tud viselkedni, de azért nem kéne besétálni minden egység közé. És még azért hazamenekül. Érkezett egy, illetve kettő Nebelwerfer a Wehrmacht oldaláról, illetve itt egy M10 Tank Destroyer becenevén Wolverine látható, amelyet, ha nem megy arrébb, kiszedi a Marder 3, ki is szedte. Kár volt ezért Wolverineért. Ide érkezett a Nebelwerfer tüze, amelyet előbb láttunk. Kezdődik a végjátékra jellemző momentumok megjelenése a Campaign of Heroes tekintetében. Állóháború is kialakulhat itt, illetve már viszonylag kialakult. Ugyanis arra, ezekre a játékszakaszokra szokott jellemző lenni, hogy a nagyban a tüzérséghez fordulnak, illetve folyamodnak a játékosok, de ezt egyenlőre csak a német oldalról láthattuk, illetve csak a Wehrmacht oldaláról. A Panzer Elite nem foglalkozik egyenlőre ilyesmivel. Délen is egy kisebb összetűzés, amelyhez érkezik a Sherman, viszont Panzer Schreckes Grenadierek is vannak itt, de hármas veteráns is Rifleman szedi ki ezt a Panzer Schreckes egységet, illetve nem is kiszedi, csak lesebzi, hogy hazameneküljön, a Sherman pedig üldözi haza az egységeket. Nyilván Panzer Schreckre tájázi, el is találtam, meghalt a Panzer Schreck. Nem is lehet már fölvenni sem. Szóval most tank ellen nem tud védekezni, de a páncélosok ellen nem nagyon tud védekezni a Wehrmacht, de innen valószínűleg egy pak fog érkezni, ugyanis a gyártódik valami. Északon pedig szanaszét lövöldözi egymást a két oldal, de a területek nagyjából ugyanúgy megmaradnak. Azt leszámítva, hogy ezt a victory pointot eddig a németek birtokolták, de ez már nem marad így. És érkezett egy pak, amely lerejtve közelít a Sherman felé. A Sherman ezt még nyilván észrevette, hogy ezt a pak ezt ki fog innen jönni. Ezért elmenekült. Továbbá ez a pak most látható is valamiért. Shermannek közben egy kettes veteránszia van, de elhagyja a területet. Inkább benéz a Panzer Elite-nek a bázisára hátulról. Látható még egy Sherman. Hát ennyi, ezt már vesztette a német oldal. Innen már 100%, hogy nincs esélyük a győzelemre. Fel is adhatnák igazából. Már a bázisát pusztítgatja a Sherman. Panzer Grenadierek ebben az esetben nem sokat érnek ellen. Sőt, igazából semmi. Egyedül a Flakvirlingek érnek valamit a Sherman ellen, de hát mint látható éppen csak karcolgatják az életét, ugyanis nem képesek átvinni a páncélzatát, főleg nem egy immáron 3-as veteránszival rendelkező Shermannek. Közben Mary Poppins biztosította ezt a területet. A háború most már csak és kizárólag északon zajlik. De a Wehrmacht nem segít semmit most a Panzer Elite-nek, magát próbálja bevédeni. Hát, ha még valami utolsó reménye van, gondolhatja, de már sajnos itt nem lesz, az már biztos. Ez a Panzer Grenadier egység is elesett. Az épületeket lövik szét a Sherman-ek. Lent pedig egy Rifleman néz csak be a bázisra, aminek arrébb kell mennie, ugyanis sőt, haza is menekül a bunkernek a tüze elől. Itt jönnek a pakkok, amik lerejtve voltak eddig, és fel is adták a küzdelmet a németek.
A meccs viszonylag érdekes volt, annyira talán nem volt izgalmas, mint az előző, de minden esetre meg kell jegyezni, hogy ez nem egy feltétlen profi meccs volt, ez csupán ilyen haladó szintű játékot, csupán egy haladó szintű játékot láthattunk itt mindkét oldalról. A meccset viszonylag végig a szövetséges oldal uralta szerintem, vagy semleges volt. Szóval, na, össze-vissza beszélve, arra akartam kiukadni, hogy a meccs elején is semleges volt a két oldal erőviszonya, majd onnantól kezdve folyamatosan a szövetséges oldal kerekedett felül. Olyan pillanat nem volt a meccsnek, ahol a tengelyhatalom lett volna fölényben. Talán egy-két minimális tekintetben fordulhatott, csak az előbb például ez a bunker, ami itt volt korábban, az nagyon kifizetődő ötlet volt. Én megköszöntem szépen a figyelmet, majd még jelentkezem hasonlókkal és vagy egyéb dolgokkal. További szép napot mindenkinek, sziasztok!